Tovább csökkenhet a tojás ára a szakemberek szerint. A tavalyi év második felében, de főleg az ünnepek közelettével jelentősen megugrott az ára. Az évvégi áremelkedés a Nyugat-Európában tomboló fipronil szennyezésnek volt leginkább köszönhető. Molnár György, a Baromfi Terméktanács tojás és a szabadtartásos szövetségének titkára szerint a 60 forintos rekordárhoz képest januártól már csökkenés mutatkozik. A nagykanizsai vásárcsarnokban most 33 és 45 forint között mozog a tojás ára.